Nagyon sajnáljuk, hogy miniszterelnök úr nem fogadta el a meghívásunkat, mint az bizonyára mindenki számára ismeretes. Személyesen részvételre invitáltuk a tegnapi nap folyamán, egy válaszlevelet küldött. Reméljük, hogy a következőkben majd megtisztel minket a jelenlétével, mert hogy nem ez az utolsó fórum, amit szervezünk, és ezúton is szeretnénk üzenni neki, hogy várjuk és elvárjuk a hallgatók, a fiatalok elé, mert Magyarország miniszterelnökeként nem teheti meg, hogy nem áll ki elénk, elétek, és mondja el személyesen a véleményét. Úgy gondolom, hogy ki kell állni azokért, akik még nem kerültek be a felsőoktatásba. Fontosnak tartom, hogy azért ne legyen fizetős a felsőoktatás, mert igazából én is arra járok, és így egy családon belüli két felsőoktatásban lévő tandíj, az azért elég soknak szerintem megterhelő. Mindenkinek joga van a tanuláshoz, és ne akadályozzák meg, hogyha valaki tanulni szeretne. Teljességgel ellehetetlenítik azt, hogy mi azt csináljuk, azt tanuljuk, amit szeretnénk. Fontos, hogy egyszer 100 000-en legyünk, és hogyha különféle okok miatt nem jövök el, akkor sosem leszünk 100 000-en. Magunk parlamenti eszközeivel próbálunk ezzel tiltakozni, de magánemberként úgy gondoljuk, hogy itt a helyünk ezeken az egyetemi tüntetéseken is, hogy kifejezzük szolidaritásunkat a fiatalok irányába. Alapvetően tannépárti vagyok, viszont az a mód, hogy a kormány kezeli a leendő értelmiséget, ez szerintem felháborító. Megnézem, hogy mi folyik itt, mert elmúlt években eléggé sok tüntetésen részt vettem. Szerintem ez egyáltalán nem jogos, és ahhoz képest, hogy ezzel kerültek tulajdonképpen hatalomra, ahhoz képest ez elfogadhatatlan. Felháborítónak tartom a Fidesz oktatási politikáját, ami továbbviszi a gyurcsányi oktatási politikát, akik semminek nézik a fiatalokat. Magánemberként vagyok itt, tiszteletben tartjuk a szervezőknek a felhívását a rendezvény politika mentességére, de ugyanakkor fontosnak tartottam én is, mint ahogy a Jobbikból egyébként többen is itt vagyunk, és fontosnak tartottuk, és buzdítottuk is a szavazóinkat, támogatóinkat, hogy jöjjenek ki. Rosszak a kormányzati intézkedések, ez a kormányzat nem konzultál, nemzeti konzultációt hirdet mindenféle kérdésben, de valójában a társadalmat érintő alapvető fontosságú kérdésekben nem kíváncsi a polgárok véleményére. Szolidárisak vagyunk nem csak a hallgatókkal, szolidárisak vagyunk az oktatókkal, a szülői hálózattal is, és magánemberként fontosnak tartom, hogy ugyanúgy részt vegyünk. Nemrég még én is egyetemista voltam. Anno az MSZP-SZDSZ kormány is bevezette a tandíjat. Így van, és a mostani javaslatunk is az országnak tisztességes tandíjrendszer, egy visszakompenzáló ösztöndíjrendszerrel. Ez szerintem akkor is egy egyenes ajánlat volt. A Jobbikra gondolok, én elsősorban az ő programjukkal értek egyet. Ők azok, akik a fiataloknak a képzését fontosnak tartják, és nem azt veszik figyelembe, hogy a fiatalok a médiából tanuljanak, amit nagyon sokszor sajnos előszeretettel manipulálnak. Millió, 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 millió
A diákok szerintem teljesen jogosan háborodtak föl, és hát bizony az, hogy átlépték a kordont, és meg egyetlen rendőrintézkedés nem történt, ez mintha tényleg valami más világba röpítene minket. Az elmúlt 8 év, 2010 közötti időszakban azért számtalanszor megtapasztaltuk azt, akár jogvédők, akár pedig tüntetők, hogy még a virágláda elmozdítása, vagy éppenséggel a virág esetleges kihúzása miatt már nagyon komoly rendőrintézkedések és aránytalan, durva, brutális, megtorló intézkedések jellemezték a Gyurcsány bajnai megyesi rezsimet. Na, erről van szó, hogy eljárt.